Welcome! Összevasztok! Üdvözlök mindenkit a legújabb videóban, ami most kivételesen egy horror pálya eszkip horror pálya. Szóval egy pályát fogunk kijátszani, ami elvileg horror is, meg eszkip is. Itt a credits megcsodálhatjuk, hogy kik csinálták ezt a pályát. Itt a story, amit most igazából nem részleteznék, akit érdekel, az, hát az lesse meg a leírás, és ott elérhető a pályának a letöltési linkje. Itt a rules, az, hogy ne törjed blokkot, ne csaljak, meg bla bla bla. Ugye ezeket azért nem tudom maximálisan betartani, mert hogyha tényleg a render distancét meg az ilyeneket beállítanám furra úgy, ahogy kéne, akkor nem láttátok semmit a videóból, úgyhogy kezdjük is el! Kezdődjön ez a nagyszerű történet! Escape from the mine! Nézzük meg, Created Virus X728. És itt is vagyunk! Hát ez eddig egy gyönyörű szép ilyen fenyőerdős pálya, itt egy ilyen kis váracskával, vagy én nem is tudom, hogy mi ez. Hát nem nagyon húznám az időt, mennék amelyre látok. Ó, hát valaki rám is hányta ezt a dolgot. Bekerültem egy börtönbe. Aha! Szóval van gömbhal, meg tölgyrönk, meg igazából... Várj! Ez egy ilyen szabadulós pályának tűnik. Ott át lehet kukucskálni. Hello! Nincs ott senkit, le lehet úszni. Ez mi? Figyeld már, ez mi? Mi ez a sárga pötty? Ó, várjál, ez egy éjjellátás poison. Veszünk akkor 2 ilyen palackot. Meg akkor kivesszük a kaját, hát ha szükségünk lesz még itt a nagy kalandban rá. Na várjál, akkor, ja, hogy ezeket nem lehet így összesztekkelni. Semmi gond. Hát kivettünk mindent, aztán majd arra jó lesz, amire jó lesz. Lehet csinálni ugye gömbhalból olyan úszós poisoned potit, mert ahogy itt nézem, itt le kell úszni, addig még nem úszom. Megnézzük, hogy tudunk-e ilyet csinálni. Oké. És most nem tudom, lehet elrontom. Úgy látszik nem! Készülj már el! Végre, víz alatti légzés 3 perc, és hogyha adok hozzá puskaport, akkor... Na mindegy, nem adok hozzá puskaport inkább. Szóval, azt mondja, hogy... Ez víz alatti légzés. És akkor most el tudunk itt úszni. Remek! Srácok, összeraktam a képet a kicsi fejemben. Te most haladunk, oké, haladunk. Csak olyan hosszú volt ez a folyosó, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy soha nem érek a végére. Na nézzük meg. Itt van egy ilyen... Minek is hívják a spawner. Van egy spawner, és a másik oldalon, meg gondolom a spawner másik oldala. Hát természetesen a spawner másik oldala van a másik oldalon. Aha, és itt... Itt még van egy lyuksi, ahol el tudunk uszizni. Wow, mi ez a hely? Ez most akkor egy börtön, vagy egy ilyen gyönyörű monolit? Amúgy ez milyen királyon néz már ki. Nem tudom kinyitni a ajtót. Azt mondja, na nézzük chest. Smaragdok, na azok mindig jót tesznek, meg erjesztett boxen, fúj. Fúj, de gusztustalan. Ide kell valamiféle fajta kulcs. A kajákat azért magamnál hagyom. De ezeket elteszem. Inni. És hát akkor másszunk föl. Itt van egy, megint egy ilyen sziklát találtunk. Várjál. Oké, biztos. Sötét lett, akkor azt hiszem, hogy most megisszük az éjjellátás potit. Aha, sokat értünk vele. Hát ezt feleslegesen elcsesztük ezt a potit, de ahogy gondoltam, kinyílt ez az ajtó. És most hol vagyunk? Merre? Ez... ez Herobrine volt? Jól láttam? Aha. Azért nézem közben itt a szélét, hát ha találok valamit rajta. Nagyon rejtélyes, kérem. Olyan, hova megyek? Courtyard. Nem tudok kiejteni rendesen, bocs. Sorry. Run. Ah! Úristen, de megijedtem! Adjál már! Jézus! Ah! Ah! Jön utána az a cucc! Jézusom, de megijedtem azt a minden... Szóval, ja, a horror pályára van szó, csókolom. Most már nincsen rajtam sötétség. Érdekes, hogy nem tudom hinni ezeket az ajtókat. Hú, de megijedtem. Mi volt az, ami jött utánam?
Ó, oh, van itt ilyen cucc. És itt van a throne room key. Na, ezt viszont ki tudtam nyitni. Aha. Nagyon szép fácska van itt. Na, álljon már meg a menetén, miért vagyok izébe? Miért vagyok? Na mindegy, hát figyelj. Ő szerinte én kiüthetek dolgokat, bár nem tudom, hogy miért. Tehát, hogy eddig is abban voltam, nem? Mert ajtókat például speciál nem tudok kinyitni. Szerintem elfelejtette beállítani a game módot, de hát mindegy, nem állítom át. Majd nem ütök ki dolgokat, mert azt mondta, hogy ne üssek ki. És négy darab. Na és most jön a nagyobbik, nehezebb kérdés, hogy ezt mégis akkor hova kell tenni? Tehát, hogy oké, hogy ezt megtaláltuk, de tehetem ezt bárhol, nem? Tehát, hogy valami útbaigazítást igazán adhatott volna. Úgyhogy szerintem én csak így... Várjunk ez... Ja, várjatok, ezt láttam a túloldalról. Létezik, hogy... Na figyelj, én letettem ide, ha nem jó, itt akkor bocsánat, a játék megengedte. Tehát, hogy nem nagyon értem, az van benne, hogy ne törjek blokkot, de akkor létrát bárhova letettem. Írjátok azért meg kommentbe, hogyha rossz helyre tettem le. Itt a 13-as cella, ez bezárja az ajtókat. Azt mondja, 12-es, 10-es, 11-es, 9-es, 8-as, jó, és mit nem tudok bemenni egyik cellába se. Itt van valamiféle fajta lépcső, a lépcső alatt nincs... Dehogy nincsen! Itt van a 13-as cellának a kulcsa, hoppá Rézi Miklós! Na várj, ezt azért kinyitjuk. Úristen, az ott Herobrine. Halló? Halló? Ez ugye nem fog rám rohanni meg semmi. Ott áll. Halló? Figyelj már, ez csak áll. Oké. Meet me in the tower. Látogassuk meg a toronyban. Oké. Herobrine üzenetet hagyott nekünk, srácok. Hát ilyen sem volt. Ez az ajtó eddig is nyitva. Na várjál, először ne ide menjünk. Először ne ide menjünk. Oké, hogy kinyitottuk a 13-as cella. Várjál, és ezt... De furi! Most meg nem tudom lerakni. Na mindegy, hát akkor jó. Akkor mégis megnézzük, nem tudom miért nem tudom lerakni, ez volt a 13-as cella. Igen, és itt... Lol, itt van egy zombi hús. Na, hát ez végre valami jó hír. A nap az áll egy helybe, királyság. Még itt megyünk kint a várban. Na várjál, és ki tudok ugrani? Nem, azért arra odafigyeltek, drága készítő, hogy ne lehessen csak úgy kiugrani. És itt a toronyba kellene vele meetinget. Megérkeztünk. Meetingeljünk vele abba az szobába, amiben nem tudtunk bemenni. Itt egy másik kulcs is. Oké. Meetingelünk vele, testvérem. Akkor menjünk vissza szerintem. És nézzük meg azt a 13 run. Miért megint? Miért? Ott jön a fekete csávó! Most legalább nem dobott rám amúgy ilyen nehezen járhatóságos cuccot. Ez elállt meg! Úristen, de rossz érzés volt látni! És most ott van! Inkább nem nyitogatom. Jézusom, de para volt. Oké. Na, 13-as cella. Oké, itt van. Meet me outside. Oké. Oké, azért itt körbenézünk, hát ha rejtettek el valamit valamibe. Hát neki nincs olyan jó kis kijutása. De miért amúgy annyira rossz érzés egyedül lenni egy ilyen parakastélyba? Kicsit leköptem a monitoromat, mikor megijedtem. Remélem nem lesz itt a csúnya. De miért van megint ott? Figyelj ide, Herobrine, öcsém, most már arcodon kenlek. Hát mit csinálsz te itt? Oké. Jó, hát úgy látszik, hogy ez scriptet. Itt, ja, ezt már megnéztem, oké.
Itt még nem is voltunk. Find me. Na, keressük meg, azt mondja. Cell 1. Innen indultunk, nem? Ez volt az 1-es cella. Aha. Várjál, de az a büdös nagy helyzet, hogy én most nem tudok letenni semmit. De vajon miért nem? Bakker, ez itt van! Úristen! Jézus atyám! Ezt a... Szentelen, nézzek, ott áll és tekereg. De nem tud bejönni. Na mi van, öcsém? Na mi van? Most bezzeg, ettől kikészülsz. Kapod a sallert, mi? Aztán ez fájhat. Ez fáj az arcodnak. PTSD-t egész bezársz ide a börtönbe. Aztán most meg már nem akkora nagy a csipád, mi? Te fekete cumó. Istentelen, fekete cumó. Úgyhogy szerintem én átváltom magamat, jó? Mert... Oké, és visszaváltom magamat, csak hogy lássátok, hogy milyen emberrel van dolgotok. Oké. Remélem nem tettem tönkre a pályát. Oké, na nézzük. Ó, itt várjál, itt... Víz alatti légzés. Ide kell a kulcs. Szavaszcat. Na ide kell a kulcs, és elvileg ezen keresztül tudunk elmenni. De hogyha én itt kimászom... Na, nem tudok kimászni! Várjál, itt is van egy. Ez mi? Ez mi volt? LOL, lemeg... Menj már, de menő! Oké, hát akkor fogjuk a kis víz alatti légzésünket. Ígyuk meg. Ez jót fog tenni a vendőnknek, és ússzunk le. És nézzük meg, hogy mi van ide lent. Aha, mi? Have you got... No, jó, ja. És ez... Azt hittem, itt lesz lenne a kulcs. De akkor már... Furcsa volt, mert így ugrott egyet a kép. Mikor elértük a ládát. Tehát, hogy ugrott egyet a kép, és furcsa volt, go back. Aj, ne, ez valami ijesztés lesz. Ne csináld, ne. Lalalalalala. Oké. Okay. Amúgy nagyon érdekesen van megcsinálva, és tök ki... Eltűnt mindenem! Oh. Oké, okay, most ugye nem kell mindet végignéznem. Te főrem, ne csináld már, hogy mindegyiket végig kell néznem! Hát ez... Nem lehet! Azért mondom, hogy nem lehet, itt a kulcsom. Nekem több innen nem is kell... Ott van. Sir Herobrine! Mit keres ez itt? Herobrine. És van a kép, meg... Nagyon megijedtem. Én nagyon félős vagyok. Nem bír, ez... Nem az én gyermeteg lelkemnek való ez a pálya. Vagy hogy mondjam, tehát, hogy nem nekem találták ki, pedig annyira amúgy nem para ez a pálya, mégis nagyon durván megijedek tőle. Aha. Minden... Jó, hát ez nem volt ijesztő. Halló, fej. Aha, és most máshol vagyok. Össze-visszaság! Na várjál ide, így megyünk be, hogy lássuk, hogy távolodunk. Oké. Okay. Húha. Jumpscare! A pálya figyelmeztetett, hogy lesznek benne jumpscare-ek. De az, hogy ennyi, azt nem sejtettem. Oké. Okay. Halloka. Is this my basement? Nem hiszem. Figyelj, nekem nem így néz ki. Vagy mégis? Ez az én házam. Itt a szekrényem, itt a bárpultom. Minek van bárpultom otthon? Ez itt mind az enyém. Amit itt láttok, az minden az enyém. Kivéve az óra, mert az nem az enyém. A bűvös alma. Azért ezek jók. Tehát ezeket csak elrakja már a kis zsédavocka. Hát szakicórom már a saját szekrényemből a tucot. A nyúlpöri két kicórom a saját szekrényemből. Oké, okay, nagyon szép. Azt kell, hogy mondjam, nagyon szép házban lakom. És elég nagy tágas. Itt a fürdő, itt a budim. Ha most kedvem támadnak kakantani egyet. Mekkora ez a ház, te? Most őszintén, milyen kicsinek érzi magát az ember? Mi vagyok én valamilyen... Ott van Herobrine. Ajaj. Na várjál. Még mielőtt itt nagyon belelendülnénk. Nincs. Aha.
Nem fogom itt végignézni az összeset. Ez a saját szobám. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Úristen, Jesus! Oh, de fú, de jól megcsinálta a srác. Jézusom, egyre jobban esik szét a dolog. És mindenhol már pókok vannak. Oh, Jesus, én nem nézem itt meg a cseszteket. Lehet, hogy valamit amúgy elhagyok. De most igazából nem nagyon érdekel. Jaj, nem áll. Most komolyan? Na jó, fél óra múlva itt. Na végre. Haladjunk tovább. Ez egy nagyon... Jaj, ne csináld! Hú, te! Na jó, akkor menjünk. Na, ez nagyon... Pók! Miért ugrasz az arcomba? Oké. Okay. Click button to continue. Thank you! I will leave now. Aha. Most hol vagyok? Mi ez a hely? Atya világ, ez valami kórház? Ez a kórház? És jó irányba jöttem? Vagy most miért? Ez már teljesen más, mint az eddigi dolog. Pocsian. Itt van nálam a bűvös alma. Bűvös alma. Na várjál, itt igazából körbe mentem, nem? Oda néz, mennyi HP-m lett, testvérem! Oké, ezt lehet, hogy nem most kéne végignézni, vagy hát hogy mondjam, tehát hogy... Ha itt elrejtene valamit, az nagyon gonosz lenne tőle. Nem volt benne semmi, megnéztem, ez a szoba nem nyílik, ez a szoba sem nyílik. Kafetéria, előbb... Ez nem máshogy nézett ki? Oké. Aha. Torta, sült csirke. Mennyi sült csirke? Hát ember legyen a talpán, aki ennyi sült csirkét meg tud enni. Vizes üveg, nagyon jó. Ha esetleg ki lenne száradva a torkom, és most itt mit kell keresni? Az is egy remek kérdés, nem? Hogy itt most mit keressek? Tehát nem nagyon értem. Mi ez, valami elmegyógyó intézet? Medikációs szoba. Ó, nem mondja! Hát én ezt nem fogom végignézni. Ezt most megmondom, hogy ezt el lehet felejteni. Office, na végre valami iroda. Azonnali gyógyulás. Az office-ban miért csinálnak azonnali gyógyulás potit? Tehát, hogy ezt árulja el nekem valaki, aki meg tudja mondani, hogy miért. R. Oké. Gondolom, ez itt a véres tasak akar lenni. Waiting room. Aha, na most... Kisütött a napocska. Hospitál. Ben voltam egy kórházba. Az erdők közepén. Full egyedül. Oké. Okay. Jól van. Jó. Rendben van. Ezen nem újjon. Gyorsan végigrohanok itt, és elértük a bűvös barlangot. Milyen is ki? Ahol nincs ez semmi. Vagy de? Tovább lehet itt menni, és mi van itt? Csuda sok arany. Furcsa egy hely ez, furcsa egy hely. Ez meg... Find me, megint meg kell találnom. Ez furcsa, egyszer csak elém gurították a... Chillerius-t. Aha. Hanglemez. Hú, hát ez agyon van törve. Nem hallgatjuk, ez a leges legparább az egész Minecraftban ez a zene. Go back if you want. Aj, ne! Ne! Most mi az Isten? Most... Úristen, belezavarodik az agyam! Most... Vagy... Hogy kerültem ide vissza? Vagy most... Egy álom volt, ez a legklisésebb tuma. Oké, itt volt a csuda mindenség. Szekrény mögött semmi. Ah, nem, ez még folytatódik.
Jó, oké, hát ez nagyon sok szöveg. Laboratúri. Úristen, ez egyre hosszabb és hosszabb és hosszabb és hosszabb és hosszabb lesz. Jesus, én már nagyon meg vagyok zavarodva. Most már mi történik? Mi az, hogy laboratórium? Most mi? Ha, nem értem! Az előbb mi volt? Már olyan volt, mint hogyha vége lenne, az mégse. Itt is lesz valami esztés. Könyörgöm, mondd, hogy nincs. Könyörgöm, mondd, hogy nem lesz. Az Isten itt! Az Isten itt neki! Hát ne dobd már be elém a jumpscare-t! Fú, te! Ez az egész egy... vége láthatatlan nagy labirintus. Kezd nagyon idegesítő lenni. Mi ez a... mi ez? Megtaláltam. Királyság. I see you. Oké. Okay. És mit csináljak veled? Értem én, de... srác, ez... oké. Okay. Megtaláltam még egy ilyen orbot. Oké, okay, akkor itt ezek szerint meg kell keresni ezeket. Oké. Okay. Oké, okay, srác. Menni fog. Remélhetőleg menni fog. Nem fog kifogni rajtam. Aha. Uramisten, te. Ez volt a megoldás. Aha. Nem bírom. Oké. Okay. Jól van. Jól van. De itt nem volt ilyen orb. Mert már azért elég sokat... na itt is van egy... aj, tudja, hogy lesz valami jumpscare megint. Nem bírom. Én már nem bírom, nem bírom. A kicsi szívem le fog állni, hogyha ezt így folytatja. Kicsi szívem nem bírja ez az ilyeneket. Kicsi szívem nekem. Aha. Össze-vissza megyünk. Jó. Oké. Okay. Királyság. De... menj már innen! Utamból el. Kutya Herobrine. Komolyan mondom, ez már kezd uralmas lenni, hogy állandóan az arcomba dobálja. Na végre. Egy csuda létről. Csuda létra. Itt már... op, ott... ott egy orb. Végre. Na már csak egyetlen egyet kell megtalálni, és végre megvagyunk. Megvágyunk. Oké, okay, itt esem le. Jó, itt is voltunk már, ugye? Hol nem jártunk még? Itt lenne esetleg? Nem, itt is jártunk már, biztos vagyok benne. Itt volt, igen. Herobrine. Uh-huh, arra mentünk, akkor most erre megyünk. Igazából erre is jártunk már. Csak mondjuk itt nem erre mentünk, hanem a másik irányba. Nem bírom. Na... elbújtam? Ott van. Ott egy láb. Nem bírom. Nem bírom. Nem bírom. Elment. Oké. Okay. Elvileg itt ő most rám vadászik? Gyakorlatilag az történik? Ott van végre. Na megvan mindaz. Hova tenni? Miért? Ez mi? Értem én, hogy ijesztő, de hogy... credits, reward... nézzük meg a rewardot. Orb. Reward. Jó, úristen, 30 oldalnál hagyjál békén. Ezt nem gondolhatja ő se komolyan. Continue. This is the end of right. Oké. Okay. Escape ending. Oké. Okay. Akkor elvileg ez most már... oké, okay, ez most már a vége. Ez most már tényleg a vége. Hát akkor... én megköszönöm a figyelmet, mert végigjátszottátok velem ezt a nagyon izgalmas kis horrorpályát, amiben hát igazából volt jó hangulat, de túlnyomó részt
béna jumpscare-ek voltak, amik szerintem nagyon olcsó hatást keltenek, de amúgy hangulatos volt maga a pályás, szó se róla. Szóval, hogyha szeretnétek látni még ehhez hasonló videókat, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok föl, és resétek meg leírásot, és ott kaphatok a menézsidós cuccok. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!